Sziasztok, én Barna Rebekka vagyok, én vagyok az egyik tulajdonosa a Mad Dog Café brandnek. 2013-ban alakult az első specialty kávézónk a Dunavirág utcában, és most itt a Rózsa György úton egy évben már megnyitottuk a második egységünket. Ebben az évben megnyertük az év közösségi teredíjat is. Ez a második egység fog helyet biztosítani a közös eseményünkre. Szeptember 13-án mi vagyunk a kapocs a termelők és a fogyasztók között. Mind a három terméket, amit itt be fognak a többiek mutatni, nálunk megvásárolhatjátok, megkóstolhatjátok, és itt helyben néven el is fogyaszthatjátok. Várunk szeretettel! Sziasztok! Halász Ferenc vagyok, és a Bányai Kávét, illetve a Bányai Márka üzletet képviselem ezen az eseményen. Nekünk van saját farmunk Kosztarikán, ott termeljük a kávét, termesztjük, születeljük, feldolgozzuk, majd aztán itthon Magyarországon Szekszárdon pörköljük. És hát azért nagyon fontos ez az esemény a számunkra, mert itt a kaszkaráról lesz szó. És a kaszkara egy olyan termék, ami egy viszonylag új termék a magyar piacon. És ugye eddig a kaszkarát nagyon sokan csak kidobálták. Tehát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, holott nagyon finom és nagyon egészséges dologról van szó. És hát ezt tudjátok majd megkóstolni, hogy a kaszkarában milyen finom italokat tudunk készíteni a számotokra. Sziasztok, Dalmadi Ulcs vagyok, élelmiszerfuturista, az Ételmentő alapítója. 2021-ben indítottam el az upcycling forradalmat idehaza az élelmiszeriparban, és azóta gyártunk élelmiszeripari melléktermékekből nagyon finom és tápláló élelmiszereket. A Monyo, amikor kijött a kaszkara kólájával, ez egy szuper élmény volt számunkra, hiszen egyre több upcycled élelmiszer, illetve most már nem csak étel, hanem ital is található a piacon. Ezért jött az ötlet, hogy hozzuk össze az összes résztvevőt, és így tulajdonképpen a kávé útján keresztül bemutatva be tudjuk azt mutatni, hogy milyen értékek kerülnek akár pazarlásra, de most már inkább felhasználásra. A mi részünk ebben egyébként az út végén lesz majd. A kávézaccot ugyan a legtöbben már a kertjükben vagy bőrápolási célból felszokták használni, de mi az élelmiszereinkben használjuk alapanyagként őket. Sziasztok! Moti vagyok, a Monyo brand menedzsere, és minket, mint Monyót, alapvetően a söreinkről ismertek, hiszen 8 éve gyártjuk már a jobbnál jobb craft söröket, azonban a tavalyi év óta nem csak söröket, hanem craft üdítőket is gyártunk. Ennek egyik legújabb tagja a kaszkara kóla. A kaszkara egy nagyon új és innovatív alapanyag, amit a bányai, kosztarikai farmjáról kapunk, és ráadásul nagyon magas az antioxidáns tartalma, van egy természetes koffein tartalma, úgyhogy szerintem a kísérletező kedvűeknek, akik kóstolnak egy új kóla ízt, azoknak kifejezetten tudom ajánlani a Monyo kaszkara kólát, és erre lesz is lehetőség külön a kaszkara alapanyagot, meg a belőle készült kólát megkóstolhatok ezen az eseményen, úgyhogy sok szeretettel várunk titeket.